Tamási város polgármestere a sportolásra buzdított mindenkit a Tamási Szabadidői Sportegyesület bájának ünnepélyes megnyitóján. Amellett, hogy támogatólag áll az önkormányzat az esemény mögé, minden évben támogatást biztosít a szervezetek működéséhez is. Mondhatjuk, hogy Tamási sportos város, hogy ahhoz képest, hogy 8000-es település vagyunk, több mint egy tucat egyesületben, szakosztályban van sportolási lehetőség, és rengeteg fiatal sportol a városban, tehát mondhatjuk, hogy egy kicsit felülreprezentáltak vagyunk, és a Tamási Sport Társadalom, mondhatom, az egyik ünnepe, amely egyben egy jó kis este is lesz a sportbál. Örülök neki, hogy 2 év kihagyás után ismét megrendezésre kerül, és a város összes egyesülete, szakosztálya képviselteti magát ma este. Minden évben van sportkeretünk. Ez a pandémia időszak alatt egy nagyon picit változott, de most újra gyakorlatilag a korábbi keretek mellett tudjuk támogatni a helyi egyesületeket. Ez vonatkozik kis részben a tavaly sportágakra is, és nagy részben pedig az egyéb sportszakosztályokra, egyesületekre. Itt nagyon fontos szempont mindig az, hogy hány fiatal sportol az egyesületben, és természetesen milyen eredményeket érnek el. A sport az rendkívül fontos, amellett, hogy aki sportol, az egészséges, az nyilván közhely, de sok mindenre megtanít, tartást ad, erkölcsi értékek vannak mögötte, nevelő hatása van. Én magam is sportoltam fiatal koromban, és azok az évek, azok máig bennem vannak, azok a hatások, amik akkor értek. Én azt gondolom, ezzel a mai fiatalok is így vannak, ez most sincs más, mint mondjuk 20 vagy 30 évvel ezelőtt. A szervező TSS-e fontosnak tartja, hogy a sportolók, sportot kedvelők ne csak sporteseményeken találkozzanak. 2 év kihagyás után az idén végre sikerült megrendezni újra ezt a, azt gondolom, hogy rangos eseményt. A városban nagy népszerűségnek örvend ez a bál mindig. És ez azért fontos, hogy a helyi sportolók, egyesületek, szakosztályok, akik évközben teszik a dolgukat, egy estét közösen el tudjanak tölteni, beszélgetni, iszogatni, táncolni, mulatni. Mindig nagy látogatottságunk van, 320 fölött van az idei vendégszámunk eddig, mert még a helyszínen is van lehetőség egy vásárlásra. Minden évben készülünk a vendégeink számára meglepetés fellépőkkel, ez az idén sem lesz másképp. Lesz flashmob, lesz tárvendégünk, amit az itteni nézők még nem tudnak. A Black to Black-nek a valamikor frontembere, a Bebe lesz a sztár fellépőnk. Az este folyamán a táncos fitness csoportja is tart egy kis vidám bemutatót, bemutatkozva a bálban résztvevő vendégeknek. Az eredményekből pedig nincs hiány. Az egyesületekben folyó aktív, kitartó munka időről időre meghozza azt az eredményt, amellyel Tamási városának hírnevét is öregbítik a versenyzők. A sportbál díjátadója alkalmával néhány mondatos méltatásból tájékozódhattak a megjelentek a városban működő sportegyesületek szakosztályok sikereiről. Az Aranyszarvas KHS-e élt a lehetőséggel, hogy a nagy nyilvánosság előtt ismerje el kiemelkedő tehetségeit. Azért jó alkalom, mert lehet, hogy névről ismerik őket, csak személyesen nem, és főleg ez nekik egy nagy dolog, hogy a versenyeken kívül is díjazzuk őket. A legerősebb díjat itt a Nyirati Csongor fogja kapni, ugye ő a tavaly és az idei év combat wrestling és junior grappling magyar bajnoka, és nem tudom, hogy mondtam el már riportban múltkor, hogy ő válogatott lett, tehát hogy most kvalifikálta magát a varsói junior világbajnokságra augusztusban, oda fogunk kiutazni, tehát ő a legerősebb kés a fiókban, és akkor van egy nehéz súlyú versenyzőnk, a Pataki Ákos, aki diák olimpiát nyert tavaly, és ő is a combat wrestlingben benn van az élmezőnyben, ő fog díjat kapni, és harmadik pedig a kisfiam, a Kővári Szőcs Jónás, aki szintén combat wrestling junior magyar mezőnynek az elején van. Ők hárman fognak díjat kapni tőlem. Az elismerő oklevelek és kupák átadása után a Pántlika Néptánc Együttes műsora csinált kedvet a hajnalig tartó mulatozáshoz.